A motorvásárlás az mindig para, főleg ha használt motort veszel, mert mindig mindenki attól fosik, hogy jaj, ha megveszem, csak az enyémnek ne legyen baja. Ugye veszek egy 30 éves motort, és akkor nem lesz probléma, vagy 20 éveset, van benne 500 ezer kilométer, de az enyém az ugye nem megy majd tönkre, és léci mondja meg valaki már nekem, hogy, hogy mi lesz majd a hiba, meg rejtett hiba. És megint kaptam egy ilyen üzenetet. Szia Dodor, Yamaha YZF 600R lett a választás, sikerült megvenni jó áron 99-es évjárat, 18000 kmrel. kilométerrel. Van valami olyan rejtett hibája, vagy valami nyűgje, amire jobban kell figyelni? Én egyszerűen nem az lenne a neve, hogy Dodor Show, hanem Nostradamus Show. Ha én ezt meg tudnám mondani, hogy egy 23 éves motornak milyen baja lesz? Miért, miért várják el ezt emberek, akár szervizektől, szerelőktől, tapasztalt motorosoktól, hogy mondja meg, hogy a 23 éves bárminek a mikor milyen nyújjegye és baja lesz? Srácok, tehát ez, ez majd felhasznál, hogy használd, tönkre megy, beszarik, szervizbe elviszed, vagy megcsinálod, kendácsolod otthon, járóképesítesz, használod, aztán megint beszarik. Ez egyébként, hogy egy 99-es évjáratú motorban van 18.000 km, nem azt mondom, hogy elképzelhetetlen. nyilván nem, lát, nem küldött róla fotót, tehát még fotóról se tudnám megállapítani azért, de, de marha kevésnek tűnik, hogy nem ment vele átlagba évente 1000 km. ezer kilométer. <laughs> ezer. Mert Nekem is van olyan ismerősöm, hogy van 20.000 km kilométer a 20 éves motorjába, de mondjuk az első években sokat használta, aztán mondjuk az elmúlt időszakban, vagy itt az elmúlt 10 évben már csak porosodott a garázsba, mert megunta, aztán 500 km vagy 300 at karikázik vele, de az elején ment vele 3-4 km kilométert azért, volt olyan év, de az, hogy 1000 kilométeres átlag nincs benne egy motorba, Jellemzően, hogyha ez külföldről érkezett motor, akkor biztos, hogy ezer százalékot sokkal több kilométer van benne, ugye az se derül ki, de nem is az a lényeg, rejtett hiba. Tehát <laughs> Azért hívják rejtett hibának, mert nem tudod, hogy lesz ott egy hiba. Van valami nyugje? Persze, hogy van valami nyugje. Mire figyelj oda? Arra figyelj oda, hogyha furcsa hangok jönnek belőle, akkor ne használd, akkor vidd Ha a tönkre ment, akkor a nyűg az, hogy vidd el szerelőhöz. A nyűk, hogy olajat kell cserélni, hogy féket kell cserélni, hogy ha sokat állt a motor állóhelybe, akkor ő tönkre tud tenni. Ki tudja, hogy károsodott egy hengerfal, mert ha sokat állt, pára lecsapódott, rozsdásodott, letapadtak a gyűrűk Te -te 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 -te. Tehát 5000 féle történet. Nézzé, most már annyi szerelőnek van videója egyébként fönt a neten. Sok információt lehet kiszűrni, mert jellemzően régi motorokat bontanak, szerelnek, hogy milyen fajta kopások vannak a váltóba, a váltóz tartozó apró alkatrészekbe, szerelési hívák, hányszor kendácsolták bizonyos helyeken, ahol szarul csinálták meg, szaralanyagokkal csinálták meg, hanyagul csinálták meg, a szerelők okoztak problémát a rossz szerelésekkel, és azt egy következő szerelő szívja meg. 5000 féle probléma lehet egy motoron, de így motort venni, hogy, hogy azt mondod, neki mész és ezen görcsölsz, ne vegyél akkor inkább motort. Vagy vegyél új motort. És még annak is lesznek majd problémái, ott az a szerencsé, hogy garanciába visszahívják már. De 23 éves motor, mi lesz a rejtett hiba? Tudod, mit írd majd meg, hogy mi volt a hiba, amikor a rejtett hibából nem rejtett hiba lett. De sok sikert a géphez. Kívánom, hogy sose legyen baja. Úgy se lesz ilyen. <laughs>